Csángó magyar, csángó magyar, mivé lettél csángó magyar? Ágról szokott madár vagy te, álvát átvál felejtve. Azért kértem Nyisztor Tinkát, aki a csángó magyarok legautentikusabb képviselője. Nem fogok túl sok ilyen furcsa idegen szót használni, úgyhogy ne aggódj. Értem. Azért kértem ide, hogy beszélgessünk, mert úgy gondolom, hogy ha a Világszövetség, illetve maga a világkongresszus határozatában ténylegesen ezeket a fontos alapkérdéseket bevesszük, hogy akár a csángó magyarok, akár a székely magyarok, de akár a magyar-oroszok, ugye a ruszinok, valóban nemzet, illetve nemzetalkotók, hiszen a nemzet a legmagasabb szintű lelki, tudati összetartozás cselekvő közössége, akkor egy nagyon fontos segítséget tudunk adni ezeknek a, mondjuk azt, hogy leszakított, erőszakkal leszakított nemzet részeknek, és ezt annak ellenére mondom, hogy tudom, hogy a csángóság erőszakos leszakítását sokan vitatják. Nem én határoztam meg, hogy magyarnak szülessek, hanem annak születtem, és én szeretnék meghalni magyarként, és sőt, az egy dolog, hogy én szeretnék meghalni magyarként, de én szeretném az értékeket átadni, én szeretném, ha az a falu, és több csángó falu, vagy többiek is megmaradnának, hiszen azok a papok, akik azt várják, hogy ők románok, pedig ők is olyan magyarok, mint mi, akik pusztinába jönnek, teljesen el vannak ragadtatva, ez egy csodálatos falu, ez milyen falu, azt nem mondják ki azért, mert ez egy magyar falu, hogy még más nemzetiség, még cigányom sincs rá. És ez ritka dolog, hogy bizony mi magyar, nagyon jól lennénk, és az nem azt jelenti, hogy államellenesek vagyunk, ha mi ott megmaradunk magyarnak. Ezt sok román kollégával is megvitattuk Svájcba, és az egyik úgy fordult hozzám, hogy mi van, te azt akarod mondani, hogy nagyobb hazafi vagy Romániában, mint mi románok, hanem én nem akarom azt mondani, hanem én az vagyok. Vagy hogy mi, nem tudom, mit jelent hazafi lenni valaki, de nekem azt jelenti, hogy a környezetemet rendben tartani, hiszen mi románok között vagyunk, de akkor is azt még megtehettem, hogy a portám rendben legyen, az utca rendben legyen, és én attól egy jó romániának haza, vagy jó állampolgára vagyok, de attól még nem adom fel a sajátomat. Egyáltalán. Sokan mondják a nőkre is, hogy hazafiak. Én azért online-nak hívom azokat a hölgyeket, akik egyértelműen kiállnak az identitás és az értékrend mellett. És ez egy fontos különbség, mert én nagyon régóta hirdetem, sokan meg is köveznek ezért, hogy a nép az egy etnikai fogalom, a nemzet az viszont egy értékrendi fogalom. És a csángóknál az a csodálatos, hogy a csángók nem csak a magyar nép részei, hanem a magyar nemzet részei is, hiszen a magyar értékrendet képviselik a mai napig is. Egyébként az egy katasztrófa szerintem, hogy nincs magyar nyelvű pap, és nincs magyar nyelvű liturgia. Ezt hogy viselik el a csángó falvak? Tehát, hogy mondjam, van egyáltalán lehetőségetek arra, hogy valamiféleképpen ennek érdekébe fellépjetek? Persze, hogy teszünk azért valamit, hogy imádkozhassunk magyarul, hiszen Moldvában, moldvai katolikusoknál, a moldvai magyaroknál még a 21. század elején is azt mondhattam, hogy a vallás és a hitélet fontosabb, mint az iskola, még a többi. Viszont az előbb, amit mondtál, hogy mit tesznek a csángók, vagy hogy érzik a csángók, vagy tudnak-e a csángók magyar mise nélkül, eszembe jut Szilágyi Domokosnak egy mondata, amit még az Átkosba írt le, hogy nem az a baj, hogy katasztrofális helyzetben élünk, hanem a katasztrófa az, hogy ezt a helyzetet megszokjuk és normálisnak tekintsük.
Igen, sajnos. Na most, a csángóknál megtanultak románul imádkozni, mint a jászvásári püspök is elmondta, hogy hát, hát civilizáltuk a csángókat, megtanítottak románul, most még mit akarnak, most megint magyar kell. Tehát megfordítani a történelem kerekét, így fejezte ki magát. Mi sem erre nem akarjuk fordítani, de mi pusztinélyek még beszélgetünk, magyarul még vagyunk. Ugyanúgy mondta Nuncius, és ha vegyük tudomásul, az asszimiláció normális folyamat. Mondtam, én ezt tudomásul veszem, hogy normális folyamat, de akkor az történjen meg 2 óra alatt. Mert 250 esztendeje itt vagyunk, és még mindig magyarként élünk. Azt hiszik, ez olyan könnyű dolog? Csak úgy állunk és nézzük? Rendben, elfogadom, akkor 2 óra alatt zavarják le. De 200 esztendeje, vagy 100, vagy többé-kevésbé Moldvában tényleg egy erőszakos asszimiláció van, és erről beszélhetünk 1886 óta mondjuk, vagy pontosabban amióta a jászvásári teológiát megalakították. Román állam segítette, mai napig segíti a moldvai katolikus papokat és egyházat, mert néha a katolikus templomok nagyobbak, mint az ortodox templomok Moldvában, és ez innen lehet következtetni, itt valami zajlik. Vatikánnak sajnos, ott is azt mondták, hogy ha Romániával kapcsolatuk van, akkor nekik román katolikus kell. És megkérdeztem Parolini monszenyorit, hogy én vagyok a román katolikus? Nem válaszolt, hanem így csinált. Hát neki igazán mindegyik, a román katolikus csak legyen. Úgyhogy nagyon ellenünk dolgoznak ott a nagyhatalmak, mert most az előbb itt a népet említettük, és etnikum, stb., hogy a népnek mi a szerepe, annak, hogy oda tegyék, ahova akarják. Még a legjobb indulat mellett is. Ha Magyarországról van szó, ha Romániáról, ha Európáról. A nép mindig annak volt jó, hogy mondjuk ki azt, hogy a nép ezt akarja. De ha igazándiból a nép mit akar, azt a nagyhatalmakat nem érdekli. Én értem ezt, amit mondasz, de azért azt szögezzük le, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az államot azért hozta létre annak idején, ugye, a magyarság, hogy a közjót szolgálva a nép érdekeit képviselje. Az, hogy érdemmel lehetett valamiféle nemességet szerezni, ezáltal birtokjogot szerezni, ezáltal egy olyan, mondjuk azt, hogy értelmiséggé válni, amely a népet mindenképpen egy vezető garnitúraként irányította, az tulajdonképpen korán se olyan borzasztó és olyan szörnyű, mint ahogy ezt nekünk a kommunista érába, a tankönyvekbe leírták. A magyar nemesség nagyon hosszú időn keresztül pozitív volt. Az én hitem szerint a Habsburgok fordították ezt a kérdést elsősorban meg, mert addig, amíg magyar király ült a trónon, lásd Mátyást például, de a többi árpádházi királyokat is nyugodtan mondhatom, addig valójában a közjó és a nép érdeke igenis fontos volt a hatalom számára, csak a Habsburgoktól kezdve működött ez másként. Különös tekintettel ugye Mária Teréziára, akinek köszönhető ugye a csángóság egy jelentős része, aki akkor menekült el, de persze nem mindenki Husztino akkor. Husztino történetesen igen. Igen, nem mindenki akkor menekült. Akkor menekültek. A székelyes csángók, igen, ezért az utolsó hullám. Így van. 18. század vége. Tehát én azért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kedves nézők megértsék azt, hogy a csángóság tényleg az utolsó pillanatokban van, mert egy olyan erőszakos asszimiláció áldozata ez a magyar és egyértelműen magyar népcsoport, akire egyébként a románok azt mondják, hogy ők elmagyarosodott románok, holott ez teljesen, hogy mondjam, egyrészt lehetetlen, másrésztről teljesen légből kapott. Tehát semmiféle konkrét bizonyítékok nincs arra, sőt, hát azzal, hogy katolikus maradt a csángóság, az is bizonyítja, hogy az ortodox románsághoz tulajdonképpen semmi köze nincs. Jól gondolom én ezt, amit elmondtam? Ezt mindenki tudja, ott van is. Ott lehet, hogy a románok tudják. Automatikusan, ha találkoznak egy katolikussal, azt mondják, hogy magyar. De lehet, hogy otthon ezt tudják, de itt a gúnyhatárokon belül a magyarság, különösen a fiatalság ezt tényleg nem tudja, és nagy részen azt se tudja, hogy létezik a csángóság. Tehát annak, hogy ezt a beszélgetést most lefolytatjuk, annak sok oka van, többek között ez is oka, hogy ha véletlenül
olyan ember nézi meg ezt a kis riportot, aki eddig nem tudta hova tenni a csángokat, akkor annak most legyen képe erről az egészről. Hát jó lenne. Én amióta hazamentem egyébként, szívesen fogadok vendégeket, és ennek nem csak az a célja, hogy pénzt csináljak belőle, hanem az, hogy jobban megismerkedni, és az az igazi, ha eljönnek, nincs az olyan világ végén is megismernek. Ez egy. A másik, hogy mire jók a csángok, én is sokat gondolkodtam, mert néha tényleg azt érzem, hogy ott hagytak bennünket. A mindennapival a nép az nem érezheti, mert sokszor elmondom, hogy nem az a, nehogy azt gondolja valaki, hogy a csángok reggeltől estig, meg estétől reggelig siránkozunk, hogy magyarok vagyunk, és mi se kellene, iskola kellene, nem. Sokkal fontosabb a mindennapi kenyér, a betevő falat. De akinek az megvan, az már tud gondolkodni máson is, mint hát nem én, hanem aki igazándiból mondjuk egyfajta szerepet vállalt ott, vagy nem tudom, mert én is vállaltam egy szerepet, és azért mentem vissza, és azért csinálom ezt. Az a nagy igazság, hogy akár a Székely Földnek, vagy Erdélynek, akár Magyarországnak, ha nem leszünk mi, akkor az a gyűrű közelebb kerül a központhoz. A nagy királyok, az elődök felállítottak egy gyepűvédelmet, és ha annak vége lesz, az a határ közelebb kerül. 90 után is Magyarországon tanultak és tanultunk olyan csángok, én visszamentem, mindenki nincs, nem jön vissza, hogy még 90 után is Magyarországnak adtunk értelmiségét. Van Moldvából, aki idejött és orvosak lettek, igen, és itt praktizálnak, vannak kitűnő mérnökök és informatikusok, nem sok, tudom számolni, de jöttek, de vannak, de itt maradtak. Igen. Nem beszél vele az erdélyekről, hogy mennyit adnak az anyaországnak, és néha olyan rossz vagyok, ha eszembe jut, hogy uram, mondanád meg, hogy kikit segít? Nagyon nehéz szívvel hallgatom egyébként ezeket a mondataidat, elsősorban azért, mert magam is tisztában vagyok ezzel, sőt én azzal is tisztában vagyok sajnos, hogy a magyarországi politikai elit folyamatosan kihasználta ezt a kérdést, hiszen teljesen drámai az a magyarországi helyzet, elsősorban ugye a születések alacsony száma miatt, ráadásul az elvándorlás miatt, hiszen Magyarországról az utóbbi időben nagyon nagy tömeg ment el nyugatra a jobb megélhetés reményében, és az, hogy a csángóságot, ha és a székelyeket is természetesen, ha ott hagyja az értelmisége, akkor rettenetesen nagy lesz a baj, mert értelmiség nélkül maga a nép nagyon nehezen tud megmaradni. Ezért én úgy gondolom, hogy felajánlhatom neked, tényleg nagyon szívesen és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, hogy szívesen megyek, szívesen tartok olyan előadásokat, amely a nemzet tudatot erősíti nálatok, holott azt is tudom, hogy sokkal nagyobb szükség lenne itt az anyaországba, a falvakba elmenni, és a nemzet tudatot erősíteni, vagy ne adj Isten itt Budapesten még inkább a nemzet tudatot erősíteni. Csak az a különbség, hogy ott tartunk, hogy bizonyos előadásaim után látom az emberek arcán, hogy nem értik, amit beszélek. És egyenesen kíváncsi vagyok arra, hogy az archaikus csángók, akik azt az archaikus magyar nyelvet beszélik, azok hogy fognak engem megérteni, mert valahogy a lelkem mélyén az az érzésem, hogy jobban, mint a budapestiek. Te mit gondolsz erről? Én azt gondolom csak, hogy nem gondolom, nem a nyelv miatt nem értenek meg téged, hanem más okai vannak a dolognak. Igen, nem. Szóval értem, hogy mit mondasz, és ha nyelvileg, ha megértenek az ottani emberek, akkor lehet, hogy azt is megértik, amit te mondani akarsz a lelkeddel, nem csak a nyelv által. Igen, lehet, hogy nem mindenki, de én értem, amit akarsz mondani. Egyébként én is eléggé viszonylag sokat járok Magyarországra előadásokat tartani. Hát fontosnak tartom, hogy minél több ember valóban megismerje és megtudja azt, hogy vagyunk és létezünk. És ameddig még beszélünk magyarul, akkor is, ha egy vagy két ember nem mondjanak le rólunk, mert keserves, mert ha rólunk lemondanak, más kerül helyünkbe. Úgyhogy egy kicsit ez a kerék forog, ma rajtam, hónap rajtad.
És ha másnak nem vagyunk jó, akkor példát vegyenek rólunk azért, hogy jó emberek, az így is lehet élni, de nem a legjobb, és aki tud, az azért segítsen, és nyilván, ezt már régóta mondom, hogy nem egy konzervre gondolok, amikor segítségét folyamodok, hanem mind itt is, hogy kérem, legyünk benne az árunyilatkozatba. Én lelki segítségre gondoltam, és én is csak azért akarok elmenni hozzátok. Egyébként magamat is meg akarom erősíteni, egy kicsit önző módon, de sokkal inkább szeretnék adni, mert a legnagyobb öröm az adni. Azok a vendégek, akik eljönnek hozzám pusztinába, nagy csoportok, kis csoportok, 2006 után a templomba is be tudunk menni imádkozni, és én azt látom, hogy nem csak élmény számukra, hanem feltöltődnek, szóval olyasmit kapnak nálunk, amit amúgy se lehetne pénzbe megfizetni. Szóval, mert nyilván már ilyen szakmai deformáció, hogy figyelem az embereket, és nyilván ha odajönnek, akkor a legtöbbet próbáljuk adni abból, amink van. És higgyétek el, hogy van. Van nekünk az, ami máshol már nincs, mert nem a mi érdemünk, hogy tönkretette a globalizáció, tönkretette a nagyipar, tönkretette a más életmód, az nekünk még megvan. Nem nevezném azt maradisságnak, hanem valami régi, ősi valaminek, ami minden népén megvan, aki még közelben és kapcsolatban él a természettel, attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségű. Nekünk, vagy azoknak az embereknek az még megvan. Én akkor most gyorsan megölellek, jó? És megígértem már, de megyek pusztinába. Egy olasztól kaptam a pusztinai templomba. Az legyen a búcsú mondatom, hogy Kocsis Pista bácsitól tanultam egy nagyon fontos dolgot. Pista bácsi azt mondja, hogy igen, a nyugatiak azt mondják, hogy mi magyarok a fejlődésben megkésettek vagyunk. De ez a megkésettség, ez egy áldott megkésettség, mert itt a magyarságnál maradt meg legtovább a szakralitás. És akkor ez legyen a végszó, én nagyon szépen... Utolsókból lesznek az elsők. Nagyon szépen köszönöm a riportot, és bízom abba, hogy sokan fognak az e-mail címeden majd bejelentkezni. Csángó magyart el ne veszítsd, Úristen sorsunkon segíts, Csángó magyart el ne veszítsd.